Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ki vagyok én igazán? Felmerjük-e vállalni önmagunkat, úgy, ahogy vagyunk? Jól érezzük-e magunkat a bőrünkben? Erről is hasonló témákról fogunk beszélgetni ebben az adásban. Szeretettel köszöntelek, kedves Rita. Köszönjük, hogy újra itt vagy velünk. Én is köszöntöm a nézőket. Ki vagyok én igazán? Hogy tudjuk felismerni, hogy kik vagyunk? Ez egy nagyon nagy külső-belső munka, mindenképpen egy nagyon hosszú folyamat is, és egy nagyon lényeges folyamat, hogy megtaláljuk-e önmagunkat, és hogy szívesen élünk-e önmagunkként. És nagyon sok mindent meghatároz azután az embernek akár csak a pályáját, a társválasztását, a családi légkörét, hát úgy mondjuk ma a rezilienciáját, tehát az egyes helyzetekhez való viszonyulását, hogy belül szilárd-e. Tehát van egy belső jó identitása, hogy valóban az az Isten arc, hogy fogalmazzunk így, az, ami mindenkibe egy beleteremtett egyedi eredetiség, tehát az a különleges és egyedi vonása a személyiségének, az a lehetőségei és színei, meg tudnak-e jelenni, és hogy ezt meg tudja-e szeretni igazán. És van ennek egy nagyon veszélyes iránya is, amikor elkezdjük ezt talán szégyellni, talán egy valami egészen másra vágyakozni. Tehát ezt hamis vágynak is nevezzük ilyen értelemben, mert ez nagyon becsapós. És sajnos van egy ilyen tendencia is, többször eszembe jut egy drogéria kirakatában, mostanában többször lehet látni egy ilyen reklámot, hatalmas nagy arc van rajta, és egy nagyon nagy kérdőjel, hogy ma ki akarsz lenni. Szerintem ez egy nagyon félrevezető kérdés ezzel a ma ki akarsz lenni, mert az, hogy ki akarsz lenni, ez még hagyján. De a legjobb kérdés az, hogy ki vagyok én igazán? És hogy ennek a kibontakozását találjuk meg. Hát most ugye Farsang környékén járunk, és ilyenkor az álarcok, maszkok, beöltözők, kicsit az vagyok, de nem annyira az vagyok. Ez is úgy tulajdonképpen így érintgeti ezt az embernek másnak mutatkozni vágyát. Természetesen megvan ez, és van is szerepe egyébként, és nem mindenestől, hogy úgy mondjam, rossz az, hogyha valaki maszkot visel. Az a jó maszk, az a jó álarc, most így véve, amelyik nem takarja le az igazi énjét, hanem csak játszik. Tehát amikor játék van, gyerekek nagyon szeretnek például ilyet, fölveszek ezt, azt, vagy fölveszek egy kis koronát, és királylány vagyok. Fölveszek egy, mit tudom én, egy bundát, és akkor én róka vagyok, vagy farkas vagyok, vagy egy hosszú orrot, és akkor boszorkány vagyok. És ennek nagyon nagy szerepe van az identitásnak a megteremtésében, mert sokféle vágy él bennünk, és ezeket a karaktereket kipróbálni, egy kicsit bebújni egy másik bőrbe, egy kicsit meg ugyanígy, ahogy a kisgyerekek ezt élvezik, éppen a farsangi játékokban is, hogy most tűzoltó vagyok, vagy katona vagyok, és akkor beáll ebbe a szerepbe egy kicsit kipróbálni magát. És ezekben a helyzetekben jót tesz egy ilyen, mert segíti azt, hogy belelépjél egy ilyen szerepbe igazából, és hogy abban jól érzed-e magad. Tehát ez egy játék. De például éppen a farsangi játékoknak, meg akár a színházi játéknak is, ahol ugye régebben nem is ez az élő színház volt, vagy nézzük például a bábszínházakat, vagy a felnőtt bábszínházakat, amikor egy maszk, tehát egy állandó maszk, vagy akár csak az ókorban egy csak maszkok mögött játszottak, tehát nem láttuk ezt az arcjátékot. Azért is, mert azt mondja, hogy egy, nem tudom én, egy istenségnek, vagy egy jónak, vagy egy rossznak, vagy egy bárminak egy ilyen nagyon jellegzetes karaktert adott, és abba bújt bele, ebbe a karakterbe. Ennek van jelentősége, mert tényleg az ember, ahogy beleérez ebbe, és megkeresi magába, hogy na, én erre rezonálok-e? Na, ezzel én összhangba vagyok-e? És utána kijövök, és megvalósítom azt, amennyiben. Tehát ebből nincsen semmi problémája. Visszatérhetek arra, hogy azt mondtad, hogy megláttad a kirakatban ezt a plakátot, igen, vagy a hirdetést, hogy ma
Ilyen vagyok. Tehát akkor nincs olyan az életünkben, hogy ma ilyen vagyok, holnap amolyan vagyok, vagy ez hogy tudjuk elkülöníteni? Alapvetően ebben a kérdésben nincs olyan, hogy ki vagyok. Uh-huh. Tehát egy személy vagyok. És ahogy amikor... És ez soha nem változik. Ez formálódik. Formálódik. De nem cserélhető. Uh-huh. Nem cserélhető. Tehát az a legjobb, tehát a legboldogabb énem az lesz, aminek a magját megtalálom magamban, a teremtett lényemben. Ez az, amikor például azt mondja ugye a Biblia, hogy neveden szólítalak, vagy amikor a, pontosan nem tudom, de talán a Jelenések könyvében van, és hogy a győztes egy követ kap, amire csak az a név, és azt csak ő fogja érteni, csak ő. Tehát uh-huh. ez az az egyediség, ez az az eredetiség. Uh-huh. Na, ezt nem lehet cserélgetni, hogy ma ez, holnap az, holnap amaz. De az is igaz, hogy ez nem statikus. Ebben érezzük azt. De az nem azt jelenti, hogy ezt le lehet cserélni, vagy hát sajnos nagyon nagy az emberi szabadság, vagy hát így mondva sajnos. Sajnos le lehet cserélni, de nem leszel benne boldog. Tehát ezekbe a kölcsönvet valamikben nem leszel boldog. Na most két dolgot így finoman érdemes megkülönböztetni ebben a témában. Az egyik az, hogy a személyiséged, az identitásod, azzal való önazonosságot, és vannak szerepeink. És a szerepeinkben az a gyökér személyiség jelenik meg, de nyilván más-más szint kap. Tehát nyilván te más vagy, mint műsorvezető, megy más vagy... Jó? Semmi. Okay. Jöhet más vagy, mint műsorvezető, finom, jó? Igen. Nyilván más vagy, mint műsorvezető, más vagy, mint anya, vagy feleség, vagy éppen egy helyzetben egy, vagy nagymama, vagy barátnő, vagy most éppen sportolok. Rengetegféle szerep juthat az embernek, akár naponta is, amiben benne van egyfajta stabilitás. Mindenképpen. Uh-huh. Az a magocska. Igen. Az a magocska. Uh-huh. Hogy igaz, hogy egy változatban, egy másik színben, egy másik oldaladról az emberi személyiség hihetetlenül gazdag, nagyon sokszínű. Uh-huh. És szabad is kihasználni, használni, felhasználni, odaadni, kibontakoztatni ezeket a színeket is. Az a nagyon rossz, amikor pontosan ez a kérdés, hogy ma ki akarsz lenni, hogyha ezt a magot, hogyha ezt letagadod, hogyha ezt kidobod, hogyha egy másik mag akarsz lenni, ez nem fog sikerülni, és főleg az, hogy boldogtalan és hiteltelen lesz ez a megjelenése. Tehát ilyen mértékben egy állarc mögé bújni, egyébként azért is káros, nagyon érdekes az embernek a személyisége, meg hát maga az ember, hogyha így is fogalmazunk, ha eltakarod az arcodat, ha nem mutatod meg az arcodat, és itt most értsük az arcon ezt a magocskát, ha ezt eltakarod, az egész viselkedést elkezdi átváltoztatni, nem vállalja önmagát. Ennek van egy negatív iránya, van egy nagyon erős negatív iránya is. Ha például, és azért van ebbe az alakoskodásba is nagyon sokszor, szóval ennek van egy ilyen nem jó ága, uh-huh. amikor teljesen elbújsz, és senki nem tudja, hogy te ki is vagy igazán, akkor emögött az embernek a gátlásai is nagyon könnyen felszabadulnak. Uh-huh. Tehát sok olyan dolgot tehet meg, amit egyébként nem tenne meg, ha az arcát is kellene vállalni. Ezek a névtelen levelek, ezek is olyanok. Ezek a névtelen kommentek például. És itt most már közel kerültünk ugye az online személyiséghez. És ott ugye egy teljesen hamis profilt föl, vagy álprofilt, vagy na jó, szépen tudjuk fogalmazni, de ugye gondoljunk bele, hogy teljes mértékben eltűnik az igazi arca, vagy eltűnhet. Olyan mértékig, hogy a legfőbb karaktereket sem viseli. Tehát, hogy én most itt vagyok egy 63 éves nő, és lehetek egy 20 éves férfi. Adott esetben egy profil mögött. Tehát mindenemet feladtam uh-huh. magyarul. És hogyha ebbe én folyamatosan ebbe helyezkedek bele, és folyamatosan lassan elhiszem magamról, hogy ez is vagyok, vagy éppen most ez vagyok, az nagyon-nagyon eltorzítja a személyiséget. Sokat gondolkoznak ezen most a szakmában a pszichológusok legfőképpen, hogy tulajdonképpen az online személyiség
olyan torzulásokra vezetett, és hát ugye már vezetett, tehát ebben már sajnos múlt időben beszélhetünk, hogyha valaki ezt folyamatosan használja, hogy egyszerűen rászoktat arra az üzemmódra, ami a valóságban nincs. Tehát a valóságban te vagy kudarcokkal, nehézségekkel, tévedésekkel. Ebben az online személyiségben tökéletes vagy, jó vagy, a kudarcokat ki tudod kerülni, ki tudod kapcsolni, más színben jelenhetsz meg, olyanban, amiben szerinted az a legelőnyösebb, mindig olyanban, stb. És ezért erre vársz is, és kapsz is, a közösségi média sajnos ezt kiszolgálja, nagyon rájöttek a fejlesztők arra, hogy ez egy ilyen, hát kicsit alantas, de vagy nem is alantas, talán infantilis, tehát egy nagyon gyermeki üzemmód, amikor a visszajelzést rögtön, tehát, hogy jaj, csodálatos vagy, jaj, gyönyörű vagy, jaj, ez csodálatos, jaj, ez, mert ugye vannak ezek a tanuló algoritmusok, amelyek megtanulják azt, hogy te mit szeretnél hallani, és körülbelül ebbe a helyzetbe belehelyezkednek, nem megyek most mélyebben bele, de minden esetre elindít egy ilyen spirált, hogy te megjelensz abban, aki nem te vagy, és visszakapod azokat a visszajelzéseket, erre a megerősítésre. De hamar visszakapod, mert gyorsan megy ez az egész folyamat, ami a valóságban. Vagy ha nem, akkor el vagyunk keseredve. Igen, vagy kikapcsolom. Tehát azt mondjuk, hogy a valóságban, tehát ez olyan mértékben eltávolít a valós kapcsolati lehetőségektől, és azoktól a körülményektől is, amelyekben fejlődik a személyiség, ebben az súroljuk egymást. Tehát az ember az emberrel csiszolódik, és ez nincs meg. Tehát kapja azokat az állandó visszajelzéseket, ezért is mondják ezt egy ilyen infantilis vagy gyermeteg kapcsolódási vágynak, hogy a gyerekek most nézi ide, most azonnal, most választol, most. Ez történik. És ez az állandó pozitív, mert ugye benne vagyunk a burokba, ebben az állandó pozitív visszajelzési vágyban olyan, mint egy ilyen érzelmi infúzió. Mindig megkapod ezt, vagy nagyon gyorsan megkapod ezt, és megerősíti azt a másik személyiségedet. De ez mindig feszültségbe kerül, mert nem tudod kidobni önmagadat. Tehát abban a pillanatban, hogy kilépsz ebből a keretből, rettenetesen bizonytalannak és elégtelennek érzed magad. De mennyire kell felvállalnom magam, hogy teljesen önmagamat adjam? Ugye a Pintér Bélának van egy ilyen éneke, hogy szimplán, pőrén, mesztelen. Ez, igen. Vajon mennyit ér az életem? Tehát, hogy mennyire kell kimutatnom mindenkinek, nem valószínű, hogy mindenkinek, már nem mondom. Kell. Nem kell. Ez is egy érett személyiségnek a vonása, hogy mérlegelni tud azokban, tehát hogy hol a helyem, hogy hol a helyem egy ilyen, tehát nyilvánvaló ezt is egyébként sajnos elmosta ezeket a határokat, igazából az online világ éppen a feloldja ezeket a gátlásokat, és ott mindent kiteregetünk az 5000 ismerősöm elé, tehát ez biztos, hogy nem normális működés, az embernek nyilván megvan az az intim kör, az intimitást nagyon feloldotta, nagyon káros, ez is nagyon káros tendencia, ha ezt engedjük. Tehát ezért olyan nagyon lényeges, hogy megtanuljuk a felnőtt, érett személyiségnek a megmutatását, vagy éppen az eltakarását, most jó értelemben vagy. Tehát az intimitás az egy kisebb körnek szól, az kevesebb emberrel kapcsolatban őszinte. A barátokkal. A barátokkal, vagy a házastársal, a családban, ilyen kapcsolatokban. De, és ezek nem vannak a keretei, hogy nem tudom én egy hivatalos helyen, most nyilván most az ember úgy azért érzékeli, bemész egy postára, hát ott nem kezdesz el magyarázkodni a nem tudom én a kiskutyát bőrbajáról. Tehát most de van, amikor a postán, vagy akár a boltban olyanokat hallunk, ha csak elmegyünk egy beszélgető pár mellett, ami abszolút nem odavaló. Tehát akkor ezek az emberek nem tudják az ilyenfajta határaikat? Nem. Nem, ezt teljes mértékben elmostuk, tehát azt lehet látni, hogy a kibeszélő sóktól kezdve a
nem is tudom már mi volt az a műsor, mindegy, amiben mindig be lehetett nézni a szobába, és a hálószobába, és a mindenhová. De nagyon-nagyon, én így fogalmaznék, hogy egészségtelen módon ezt nem kitárulkozásnak, és nem őszinteségnek lehetne, ez egy olyan mértékű exhibicionizmus, tehát egy ilyen maga mutogatássá vált, hogyha abba tényleg reálisan belegondolsz, mondd meg, édes, kit érdekel a ma esti rántásod? Tehát tényleg, mert hogyha felteszed 5000-nek, vagy 2000-nek, vagy akárhánynak, akkor tehát általában azokat kínáljuk meg egy tartalommal, akinek tényleg oda akarjuk ezt adni. És hogyha ezt folyamatosan országvilágnak kiteszem, nem lesz se jelentősége, tehát erodálódik, és nem is tudom felmérni már azt, hogy ez kinek szól. Tehát, és ebben azok a mély kapcsolódások vesznek el. Tehát pont éppen az intimitásnak a képessége és annak a határainak a felismerése. És pont visszatérve a kérdésedhez, ez a pőrén valahogy mesztelen, valahogy ez, tehát nagyon fontos dolog, ezt ismerni kell. Ezt én magamnak kell nagyon ismerni. Nagyon kell ismerni. Ezt vállalni kell. Ha kell-el nem jó összetenni, de szeretni kell, tehát jó, ha szeretem. Tehát megismerni azt, hogy kinek teremtett engem Isten. Ki van bennem, mint lehetőség. Persze, nem tökéletes, nem meghibázik, meg nem jó, de hogy az az arc, akinek ő lát engem, az szép, az értékes, az gazdag, az egyedi, az eredeti. Tehát valahogy ezzel összhangba kerülni, ez az igazi identitás. És hogyha ezt ismerem, akkor megint jön egy érettség kell ahhoz, hogy ebből most ezt osztom meg. Vagy többek ezt is megosztom. Vagy ezt is megosztom, vagy ennyire megosztom. De nem is szabad megterhelni egy egyébként még nem olyan közeli kapcsolatot ezekkel, tehát nem is tud mit kezdeni ezzel az ember. És igazából például ezek a jó értelemben vett állarcok, vagy játékos állarcok, ezek ezt is segítik. Tehát, hogy most ennyit milyenek mutatok ezek? Meg. Ezek tehát amikor azt mondom, hogy amikor egy szerepbe beállok, tehát én azt mondom, hogy ebben a szerepben ez az egyéniségemnek, a személyemnek ez a szelete mutatkozik meg. De ugyanígy, ahogy akárcsak közszereplőnek, szóval nem tartozik hozzá szorosan az, hogy most neki a tojás rántotta milyen formában a De sajnos ez is eltolódik már. Nagyon. Hogy egy közszereplőnek mindent kell csinálnia. Nagyon. Meg mindenre rá kell látni. Hát ez a bulvár szint igazából, amin lehet egy kicsit csámcsorogni, meg lehet egy kicsit, szóval meg hírt lehet belőle csinálni. Nagyon kár, mert pont a személyiségnek azt a réteges gazdagságát, tehát egyszerűen erodálja el, és mindent egyforma súlyúvá tesz, és nem tudunk őszintén jól kapcsolódni ehhez. Tehát... Hogy lehet levetni az állarcainkat? Mi kell ehhez? Egy belső szilárdság, egy jó értelembe vett önértékelés és egy önbecslés. Tehát, hogy tudja vállalni azt a sok nehézséggel is, vagy botlással is, és tökéletlenséggel, de mégis szerethető egyéniségének a vállalását. Tehát nem akar más lenni, mint aki. Tehát ilyet sokszor lehet se pozícióba, nem kell másnak lenni. Tehát amikor például egy kabát nagy valakire, akkor nem tudja levenni az állarcát, mert belekerül egy olyan helyzetbe, ahova ő nem való, és olyan akar lenni, mintha. Ez az egész mintha világ, tehát ez nagyon nem használ annak, hogy az igazi énjét tudja vállalni. Ha van valakinek egy jó önértékelése, egy jó kis belső szilárdsága, de ezt valós társas kapcsolatokban tudjuk kifejleszteni. Tehát tükörből épül az önértékelés. Talán itt is beszéltünk már erről. És hogyha nem volt olyan tükröm, olyan társas tükröm, akár a szüleim, akár a barátaim, akár a testvéreim, akár a házastársam, aki ezeket az egyéni, eredeti vonásaimat szerethetőként tükrözte vissza,
a nehézségekkel együtt, adott esetben a korlátaimmal együtt, de hogy megismertem magamat, azt az igazi magamat, szerethetőnek ismerem meg. Gyerekkorban nagyon nagy jelentősége van ennek, hogy például a szülők hogyan tekintenek a gyerekekre, az iskolai értékelésnek hatalmas nagy jelentősége van, hogy mit értékelünk a gyerekekbe, nem csak, adott esetben nem csak a teljesítményét, hanem a személyiségéből is, mennyit tükrözünk vissza, mi az, amit úgy felnövelünk ezzel, hogy tényleg ráfigyelünk, és megdicsérjük, és visszatükrözzük, és hát nem, ezt még hibáztál, sose vagy tökéletes, stb. Szóval ismerjük ezeket a dolgokat, amikor csak az 120%-a jó. Hát ebbe bizony torzul a személyiség, és nem meri vállalni. Tehát éppen amit kérdeztél, ennek a folyamatnak lehet nagyon jó vége, és lehet nagyon nehéz vége, mert hogyha ez az önértékelés nem alakul ki, vagy torz lesz, és vagy túlértékeli magát, vagy alul, akkor tényleg sokszor kerül abba a helyzetbe, hogy nem tudja levetni azt az állarcot, amit akar mutatni mindenképpen, mert nincs rendben magával. És szép az, amikor például egy testvéri közösségben megpróbálunk, tehát akár családiba, akár egyéb testvéri közösségben, vagy házastársiba, vagy szülőgyerekben megpróbáljuk a teremtő szemével látni a másikat. Tehát azt keresgélni, hogy valóban kicsoda ő. Tehát, mint szülő nem úgy, hogy kinek szeretném én látni, kinek lenne jó, vagy mint nevelő, hogy igen, most mi a sikeres, meg nem ez, hanem tényleg azt keresni, hogy mi az a különleges énje, amit Isten szeret benne, és ami... De aki nem hisz az Istenben, az honnan tud ebben érkezni? Az akkor talán az eredetiségét keresse, a sajátosságát, az ő egyediségét, tehát ne egy szerepet, ne egy teljesítést, ne egy divatot, ne egy valamit, hanem azt, ami úgy ő valójában, tehát ez a természetes arca, hogy ez megjelenhessen, hogy viselkedhessen, vagy élhessen természetesen, hogy meghallgassam a gondolatait, de ami mögötte van, amit magáról akar mondani, vagy magáról mondhatna, ez nem annyira könnyű, szóval tényleg azért ehhez érett személyiségek kellenek, és éppen ezért gyerekkorban még nincs is meg, és nagyon nagy a felelősség azon, hogy tekintünk egy gyerekre. Uh-huh. Vannak veszélyes állarcok. Mit sorolnál ide? Például a busójárás az... Hát a busójárás, minden olyan állarc veszélyes, amelyik teljes mértékben eltakarja a személyiséget. Most a busójárásnak is ugye az, amikortól kezdve nagy faállarcok, tehát meg is van ennek ugye sajnos, ki is hozta az emberből azt, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Tehát a busótól adott esetben akár az utca népa is félt, mert azt csinált, amit akart, és ugyanígy nem engedték oda a gyerekeket, mert azt csinált, amit akart. Tehát most akárhogy vesszük, ez egy félelmetes megjelenés egy személynek, amikor teljes mértékben valami mögé bújik. És ezt eredményezi egy ilyen alakoskodás, hát hál' Istennek egy napig tart, vagy kettőig, vagy nem tudom. És ott is már megjelentek azok a, nem is tudom, hogy most hogyan hívták, a jó busó, vagy a valami, aki megmentegeti ezeket. Szóval, ahogy ezt az ember ugye azért felismeri, hogy van ebben egy félelmetes, amikor egyáltalán semmit nem árul el magáról, és mögé bújik. Egyébként az ember most a valóságos állarctól ellépve egy tömegben is ezt érzi. Ezért a tömegjelenség az is egy arcvesztéssel jár. Tehát amikor beleolvadok egy tömegbe, felveszem annak a mindenét, de senki nem ismer. Uh-huh. És ez is bizony felteszi ezt a nagy leckét, hogy ott is megtartod-e magadat, akkor is, amikor mindenki más, elveszti a gátlásait, tehát ennek is van egy ilyen veszélye. Tehát ez is egy veszélyes állarc, maga a tömeggel való sodródás. De érdekes dolog az, ahogy így beszélgetünk, és gondolkozunk rajta, van olyan állarc, amelyik véd, ugye? Igen. És itt
használtuk a maszkokat. De ja. azért éreztük azt, hogy annak is, hogy volt egy védő funkciója, és volt egy eltakaró funkciója. Sokan szerették, pont ezért. Pontosan, igen. És én meg azt szerettem benne, hogy legalább a szemét nem takarja el. Tehát, hogy az ember kereste azt, hogy ki is vagy te. És nagyon sokszor nem is nagyon ismertük meg egymást, ugye, ezek mögött. Mert, és azért ennek van egy veszélye. Mint ahogy akár csak egy személyigazolvány készítéskor is, ugye nem engedik meg, hogy eltakart szemüveg, tehát fénysötétített szemüvegben jelenjél meg, mert olyan nagyon sokat elvesz abból a valódi arcból. És ezeket is... A szem a lélek tükre. Így van. És ezt látjuk is, tehát a társas intelligencia sokat foglalkozik ezzel, hogy az arcon például olyan rengeteg kis apró jelet tudunk egymásnak adni, a tudatalattival vesszük és adjuk ezeket a jeleket 90%-ban, tehát azt se tudod, hogy mit közölsz, és már közöltél, és azt se tudod, hogy én mit vettem, de én se tudom, de már érzékeltem. Tehát ez az, amikor... És ezért szokták ugye azt mondani, hogy ha nézz a szemembe, mert úgy sokkal kevésbé vannak gyakorlottak azért, de kevésbé lehet például hazudni. Mert az arc, hogyha van elég tapasztalata az embernek azzal, hogy sokat nézett már valakinek a szemébe, vagy valakik szemébe, akkor nagyon sokat megtudunk egymásról. Sokszor, hát ugye ez is olyan, ennek van nagyon szép oldala is, hogy nem kell két szót se kimondani, és nem kell folyton hajtogatni, hogy jaj, nagyon szeretlek, édesem, és ne, tehát nézzünk egymás szemébe, és tehát mindent látsz. És ez nagyon, és az állarc pontosan ezt eltakarja, és ebből nagyon keveset mutat meg, vagy valami nagyon mást is adott esetben. És hogyha én emögé elbújok, és nem felerősítem, mert például azt is lehet, hogy egy olyan, hát ugye pont egy játékban lehet azt tenni, vagy éppen egy színészetben, hogy bizonyos vonással, amivel én azonosulni tudok, azt felerősítem. Tehát a gyerekek ezt szeretik játszani, hát hogy tündér vagyok, és király vagyok, és katona vagyok, és nem tudom én. Ez pont éppen, ahogy indultunk, annak a megsegítése, hogy hogyan tudom még inkább kifejezésre juttatni, és majd nem sokára kiművelni is magamban, aki én valóban vagyok. De ugye, hát mint ahogy mindennek van. Két oldala. Mert a Biblia azt is mondja, hogy legyetek, ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, tehát bizonyos értelemben gyermekiek. Egy kisgyerek nagyon őszinte, ilyen értelemben, nagyon-nagyon őszinte. Azonnal kiszalad a száján, most ennek persze ezt kézbe kell fogni, ezt az őszinteséget, ez az, amit beszéltünk, hogy persze, hogy odaadom magamat, de egy kisgyereknek is meg kell tanítani azt, hogy azért minden cukros bácsinak nem kell elhinni mindent, és nem kell mindent elmondani sem. És ez nem hazugság, és nem egy ilyen értelemben eltitkolás, vagy kevésbé őszinte viselkedés, hanem tényleg azt mondom, hogy a határokat finoman érzékelni kell, hogy mivel mi az, ami abba belevaló, és mi az, ami nem. És ez még nem állarc. Nagyon szépen köszönöm, hogy most is itt voltál, és átbeszélhettük ezt a igen kényes, érzékeny témát, amiben talán mindannyian követtünk el már hibákat. Persze, én csak biztos... tudni kell, merre megyünk. Igen. Tehát nagyon-nagyon fontos az is, hogy keresni kell, és éppen ezért talán éppen az imádságnak, vagy talán az elmélkedésnek, vagy a csendnek, hogyha nem hívő szemmel nézzük, megvan a nagyon nagy jelentősége ebből a szempontból is. Ezt minden meditációs kultúra ajánlja, minden mindfulness ajánlja, hogy merjél találkozni önmagaddal. Tehát merjél bemenni abba a belső szobába, és kérdezgesd meg, hogy ki is vagyok én valójában, és hogy ezzel együtt rezdülni, és utána, hogyha ebből lépünk ki, és ezt tényleg tudjuk vállalni, örömmel vállalni, akkor az valóban tényleg azt lehet mondani, hogy egy természetes őszinteséget fog eredményezni, és nincs szükségünk állarcra ebben. Köszönöm, szerintem ez nagyon jó végszó volt. Köszönöm, hogy itt voltál ma is. Köszönjük a kedves nézőinknek is, hogy követtek most is bennünket. Ha van állarcuk, akkor vegyék le,
és legyenek önmaguk, legyenek bátrak abban, hogy felmerjék vállalni önmagukat. Isten áldja önöket, viszontlátásra!